Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor neki kezdünk. Az Echo TV Budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét! Nagyon szépen köszönöm! Igazán végtelenül kedvesek! Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a stúdióban, és természetesen oda-haza a képernyők előtt. Kicsit szomorú vagyok az állapotom miatt, mert erre a mostani közönségre különösen készültem lévén Önök egy nagyon régi baráti társaság, és egészen eddig azt hittem, hogy csak mi létezünk a Földön ilyen baráti társaságként, akik hát idestólva négy évtizede járunk össze még a gimnáziumból. Önök is így vannak. Megtiszteltek azzal, hogy eljöttek. Ehhez képest most nézhetnek egy adást, ami az én túlélésemről fog szólni. De azért igyekszem egy-két érdekes dolgot is elmondani. Lássunk hozzá. Mindenek előtt az a helyzet, hogy mint lassan minden héten, ezen a héten is előkerült egy úgynevezett Vadonatúj felvétel, ami azt bizonyítja, hogy szegény képviselőket az MTV a székházában a brutális biztonsági őrök agyba főbe verték, rángatták, csoda, hogy túlélték őket. Most hatházi Ákos kálváriájáról van egy új felvétel, új felvétel. Javaslom, hogy úgy bemelegítésképpen nézzük meg ezt, jó? Gyere. Nem Gyere. megyek el! Nem megyek el! Én, én tényleg, én, én igyekszem méltányos lenni, de azért egy, emlékeznek a felvétel elejére, amikor hozzák ugye hadházi urat, megpróbálják felültetni oda a kis pamlagra, ő lecsúszik a gyönyörű kockás hasával, a pulóvert a fejére húzza, és ott marad fekve. Hogy a közben olyan mint gondolkodott, hogy nyilván azon gondolkodott szerencsétlen, hogy a detti vajon itt van-e már, és veszi-e, mert most marha jól nézek ki, meg vagyok tépázva, kim van a szép kocka hasam, fejemen a pulóver, ez rohat jól fog kinézni a nyugati sajtóba vágóképnek. Csak ezen gondolkozhatott és a mi kis oroszlánunk, ahogy védi az ő Ákos barátját, ne nyúljanak hozzám. Komolyan mondom, és az a jó, és persze majd a második részben Szájer Józsival erről nyilván fogunk beszélni, higgyék el nekem, látatlanban nagy tétekbe lemerem fogadni, hogy jövő héten a Magyarországról szóló újabb brüsszeli vita napon ezeket látni fogjuk. Ezeket fogják lobogtatni a magyarországi brutalitásra. Hagyjuk is, pont túlbeszéltük ezt a témát. Ennél viszont sokkal, nem is tudom, mit mondjak, érdekesebb, vagy megrázóbb, vagy mindenképpen árulkodóbb a következő, amivel szeretnék beszélni, amiről szeretnék beszélni önöknek. Történt napokban, hogy Bolgár úr ugye a Klubrádió műsorából felhívta, Róna Péter közgazdászt, tudják ki Róna Péter. Ő egy igazi, megfelelő pedigréjű, liberális, fő megmondó ember. Londonban dolgozott a nem tudom hol, kifogástalan a pedigréje. Hazajött, az lmp ben kezdett el politizálni, amennyire tudom, most már nem ott politizál, most éppen e azt hiszem kecskéket tart, és Sajtot készít, ami egy nagyon derék és becsületes munka, és hogyha csak ezt csinálna, nem is lenne semmi baj, de a politikai kérdésekben továbbra is megnyilatkozik. És Bolgár úr felhívta, ugye nyilván annak kapcsán, hogy előkerült újra egy kis pikáns felvétel a jobbik elnökének Lagziáról, ahol a kedves Ara, legalábbis, a, mint azóta kiderült, a Szegedi Jobbik, nem tudom tudják-e, egy közleményben megmagyarázta, hogy mi történik a felvételen, nem ám az, amit mi gondolunk. Azt írta a Szegedi Jobbik, hogy itt a kedves Ara semmi más nem csinál, mint beül a férjül a nyakába, és a jelenlévő meghívott vendégseregnek azt mondja, hogy gyerekek, menjetek föl a hegyre. Esküszöm, ez a, ez a Szegedi Jobbik magyarázata. Látom magam előtt a mémeket, tudják, Brandenburgi kapu, 30-as évek vége, félmillió német áll alakzatban, fölmegy a színpadra Adolf, és azt mondja, németek, irány a hegy. Nem, hát de ezek szerint is csak, csak így működhet. Bocsánat, csak néha dolgom van az orrommal. No, nyilvánvalóan ennek kapcsán Bolgár úr felhívta Róna Pétert, a liberális ikont, hogy föltegye neki azt a kérdést, hogy hát úgy mindezek után mégis szabad-e a demokratikus, baloldali és liberális politikai erőknek összefogni a jobbikkal. Fölolvasom szó szerint Róna Péter válaszát, jó? Mert tanulságos. Róna Péter a következőt válaszolta. Kétségtelen, hogy a jobbikban a mai napig benne van néhány nagyon komoly Történeti görcs, kificamodás. Van azonban a jobbik és a Fidesz között egy nagy különbség. A Fidesz egy végtelenül cinikus, opportunista és korrupt párt. Sok mindent kell és lehet ráolvasni a jobbikra, de azt nem lehet mondani, hogy cinikusak lennének. Ellenben, mondja Róna György, a jobbik legalább hiszi, még akkor is, hogyha a nácizmusról van szó, és vannak köztük nácik, de ők legalább komolyan hiszik, amit hisznek. No véreim. Ez egy érdekes fejlemény. Azért érdekes ez a fejlemény, mert le is menjünk vissza tíz, meg nem tudom hány évvel ezelőttre, amikor egyáltalán jobbik feltűnt, és ezek a liberális és baloldali ikonok napi szinten, ha emlékeznek, örjöngtek azért, hogy egy szélső jobboldali náci párt megjelent Magyarországon. Aztán, amikor a jobbik bekerült a parlamentbe, akkor az örjöngésük tárgya még inkább felerősödött, hogy már a parlamentben vannak a nácik, barna eső hull, árpácsávó zászlók lengenek ismét Magyarország utcáin, menekülnek a zsidók, ezek meg vannak? Ugye? Aztán emlékezzünk 14-re, mikor a Jobbik élete legjobb eredményét elérve valami 18 ot kapott, és bekerült viszonylag szemmel is jól látható erőként a parlamentben. No, akkor aztán minden összeomlott, Árpád zászlók, a nácik erősödnek, a Jobbik, a Fidesz kis segéd csapata, ugye azzal voltak elfoglalva évekig, hogy ránk tolják a jobbikot, akiket mi találtunk ki, a, a, mi valódi énünk, amit a Fidesz nem mer kimondani, de gondol, azt kimondatja a jobbikkal. És egyszer csak, egyszer csak eljutunk innen oda, hogy a nácikból, nyilasokból, árpácsávos zászlókból, barna esőből, Róna Péter megfogalmazása szerint Történelmi görcs és kificamodás lesz, mert nem? nincs nácizmus. Történelmi görcs van és kificamodás, hogy egyen meg a kis szívüket. És azért sincs semmi baj, mert ők legalább hittel hiszik. Ők komolyan nácik. Na most, hogyha. Nincs, 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 nincs hogyha. Tehát, ha, ha, ha ide jutott a Magyarországi, Liberális és baloldali elit, elit, édes Istenem. Szóval, ha ide jutottak, hogy most már az a jobbiknak a fő erénye, hogy komolyan gondolják, hogy nácik éppen ezért együtt lehet velük működni, mert majd a kis történelmi görcsöket kimasszírozzuk. Ha eljutottak idáig ezek az emberek, akkor mi viszont tényleg nyugodtan és bátran mondjuk ki: soha többé ebben az országban. Ők, nem ejthetik ki a szájukon azt, hogy mi van itt az antiszemitizmussal, hogy barna eső hullik, hogy mi lesz a hazai, meg az európai zsidósággal. Semmilyen ilyen ügyben többé nem nyilvánulhatnak meg. Mert éppen most köpték szembe az egész elmúlt 30 évüket. Nem? Úgyhogy ez legalább egy felszabadító pillanat. Most aztán tényleg összenő, ami összetartozik, és úgy fölrémlik az emberben Rákosi elvtárs érvényű mondata. Ő ugye azon panaszkodott az 50-es évek elején, így szólt az ő halhatatlan mondása, hogy nekem 10 millió fasisztával kell kommunizmust építenem mondta Rákosi elvtárs, majd ennek folyományaként közölte, hogy mivel a jó szakemberekre szükség van, ezért a kisnyilasoknak megbocsájtunk, ők remekül el fogják látni a munkát ávósként is. Semmi nem változik a történelemben. Róna petéjék épp most bocsátottak meg a kis, meg a kicsit nagyobb nyilasoknak, és elmondják, hogy ők csak egy kis történelmi görcsök, amit majd kezelnek. Hajrá, fiúk, kezelgessétek egymást. És akkor ugorjunk egy kicsit ki az európai szintérre. Az előző, amiről eddig beszéltem, az se volt túl vicces. Hát ez meg végképp nem lesz az. Ugye pénteken vesszük fel ezt az adást, és friss ropogós, ma reggel olvastam ezt a hírt, következőképpen szól. Ember rablásért állíthatják bíróság elé Matteo Salvini-t. Ő ugyebár, az olasz belügyminiszter emberrablásért. Következőről van szó. Miután Matteo Salvini, olasz miniszterelnök helyettes, annak idején megtiltotta, hogy az olasz parti őrség Dicsotti nevű 177 menekültet szállító hajója, bocsánat, kikössön Olaszország partjainál, Katánia ügyészsége túlszejtés miatt indított vizsgálatot, de aztán ejtette az ügyet. A Guardian viszont most azt írja, hogy emberrablás vágyával mégis bíróság elé állíthatják Szálvénit, mivel a szicíliai ügyészség szerint Szálvéni elrabolta és fogva tartotta a menedékkérőket. Ilyenkor szokta az ember azt mondani, hogy kell még valamit mondanom, Ildikó. Szóval, hogy ha eljutottunk Európa eljutott oda. Róna Péterik eljutottak oda, hogy nincsenek többi nácik, csak történelmi görcsök. Európa eljutott oda, hogyha egy szabad és demokratikus választáson megválasztott kormány belügyminisztere úgy dönt, hogy nem óhajt beengedni NGO-k által működtetett és pénzelt, és egyébként taxiként működő menekültekkel, migránsokkal megrakott hajót a saját kikötőibe, akkor jön az ügyészség, és azt mondja, hogy először azt mondja, hogy túszokat ejtett, ha ez meg nem jön össze, akkor azt mondja, hogy emberrabló. Emberrabló. Az olasz belügyminiszter. Aki egyébként erre azt reagálta, hogy Facebookon reagált Szálvéni, 15 év börtönt kaphatok, mert nem engedtem be az országba az illegális bevándorlókat. Nem találom a szavakat, de nem félek. Ha ez azt jelenti, hogy emberrabló vagyok, akkor rendben, ezen túl nevezzetek emberrablónak. És egyébként nincs igaza? És ha jövő héten, nem tudom, minek lehet még nevezni Markecolónak, akkor nevezzék annak. Viszont Szálvéni és pártja ma, Torony magasan Olaszország legnépszerűbb politikusa. És májusban, nyakunkon van az EP választás. Egyszerűen nem képzelhető el, nem bírom elképzelni, hogy Európa, egész Európa. Tényleg ne változzon meg gyökeresen. Mert ha minden így marad, akkor, akkor vége lesz mindennek. Akkor tényleg meg fogjuk élni azt, hogy. Szávini belügyminiszterként nem engedte kikötni a migránsokkal megrakott hajót, és elviszik tíz évre börtönbe, mert hogy ő emberrabló. És mindez természetesen a jogállam és a jogszerűség csúcsaként lesz ünnepelve, hogy ennél fantasztikusabb nem is történhet egy jogállamban. És hogy mennyire igaz, és mély meggyőződésem, hogy igaz az az állításom, mi szerint gyökeresen meg kell mindennek változni, ha egyáltalán meg akarunk maradni. <kül> Ugorjunk át egy pillanatra Franciaországba, ahol a következő történt. Yves kosé ne aggódjanak, hogy nem tudják ki, az én se tudtam idáig, ez az ív Koshé barátunk, ez Lionel Jospin, a valamikori szocialista miniszterelnök környezetvédelmi minisztere volt, most ilyen zöld pártokba beszél hülyeségeket. Ő most előállt egy remekbe szabott ötlettel, egész pontosan az európai demográfiai helyzetet gondolta megoldani, és a következőt mondta. Egyszerűen kevesebb gyereket kell csinálni. Fogalom, az a bukott szocialista, most zöld párti politikus: Ahhoz, hogy csökkentsük a Föld lakosságának számát, kevesebb gyereket csinálni. Az a javaslata, hogy meg kell változtatni a francia politikát, a családi juttatások rendszerét vissza kell térni a valamikor évtizedekkel ezelőtti kínai modellhez. Minél több gyerek van egy családban, annál kevesebb legyen a családi pótlék. Még végül a harmadik gyerek születésekor teljesen szüntesse meg az állam a családi pótlékot. Hozzátette, a javaslat természetesen nem vonatkozik a migráns kibocsájtó szegény országokra, csak az olyan gazdag országokra, mint Franciaország nekünk kell csökkenteni a gyerekek számát, különben is mi szennyezzük legjobban a környezetet. Na kérem szépen. Adva van tehát egy helyzet ma a világban. Sokszor elmondtam, de ismétlés a tudás anyja. 63-ban születtem, sajnos 56 éve, amikor megszülettem, három és fél milliárd ember élt a Földön eltelt ez a 50 évecske, erősen közeledik a föld népesség a 8 milliárd főhöz. Tehát nem csak, hogy megduplázódtunk 50 év alatt, hanem meg még jó sok. És az a helyzet ráadásul, hogy ma a világ azon részein, ahol anyagi és jóléti szempontból minden feltétel adott ahhoz, hogy a társadalom szaporodjon, hogy legalább addig eljusson, hogy reprodukálja önmagát, ott a társadalmak nem szaporodnak. A világ azon részein, ahol semmilyen feltétel nem adotta, még az adott társadalom reprodukciójához sem, ott a társadalmak brutális módon túlszaporodnak. És igaz ez leginkább az afrikai kontinensre. És miközben ez a helyzet, és akkor mondjuk ki nyugodtan, hogy miközben az európai és a nyugati fehér rassz, és a nyugati és európai fehér civilizáció demográfiai szakadékba zuhan, és úgy tűnik megállíthatatlanul, Eközben mondjuk a fekete afrikai, afrika, a fekete afrikai fekete rasz pedig demográfiai robbanást produkál. Ott, ahol nincs ivóvíz, nincs élelem, és ha minden így marad, akkor egyre kevésbé lesz. Mi lesz akkor, amikor majd Fekete Afrikából nem napi 3-4 meg 200 kétségbe esett ember akar átevickélni a földközi tengeren lélekvesztőkön, hanem majd elindul másfél milliárd ember Európába. Mert ha nincs mit enni meg inni, akkor el fognak indulni. És eközben zöldpárti politikusok arról hadoválnak, hogy az a megoldás, hogyha a fehér rassz nem méltóztatik szaporodni, még annyira sem, mint ma. Gyökeresen meg kell változtatni a világunkat, mert különben győzni fognak az elmebetegek, és akkor végünk lesz. Eddig tartott az első rész, kicsit szusszanunk, a második részben pedig Szájer József, Európa Parlamenti képviselő lesz a vendégem. Köszönöm. Bár is vége a szünetnek, folytatjuk az adást. Vendégem a stúdióban Szájer József, Európa Parlamenti képviselő. Szerbusz, köszöntelek! Szerbusz, köszöntöm, adek, hogy köszöntöm a dekotéban jövő szerdán. Jövő szerdán, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor lesz a következő forduló a... Mi ennek a hivatalos neve? magyarországi jogállamisággal kapcsolatos aggodalmakról folytatnak vitát az Európai Parlamentben, az Európai Képviselő? No, én múlt héten megkérdeztem a Kovács Zolit is, ugyanezt a kérdést tettem föl neki, amit neked fogok, ő nem tudott rá válaszolni, de te mégis onnan jössz, hát te tudsz. Mi most az új apropó, tehát hogy effektíve miről fognak beszélni? Nincs, de ehhez soha nem is kellett. Tehát, hogyha úgy veszük, hogy az elmúlt, most már Fél tucatnyi vita, ami Magyarországról zajlott az Európai Parlamentben, pontosan azóta, hogy egyébként Orbán Viktor vezeti ezt az országot, tehát Orbán Viktor kormánya áll az ország élén, soha nem kellett igazi érdemi ürügy arra, hogy bennünket napi rendre vegyenek. Még arra sem nagyon ügyeltek, hogy igazából az okokat elmondják. Persze, ürügyek mindig akadnak. Itt elsősorban a, a munkatörvénykönyvével kapcsolatos ügyek miatt a magyarországi tüntetésekre hivatkoznak, ami azért különösen izgalmas és érdekes érvelés, mert éppen két hete ott ültem Strasbourgban az Európai Parlamentnek az indító ülésén, és arról. Folyt a vita, az egyik lengyel kolléga azt javasolta, hogy hát Franciaországban nagyobb tüntetések vannak, mint Magyarországon, ezért vegyük föl Franciaország jogállamiságának a kérdését is a parlamentnek a napi rendjére. És úgy szavazták le, hogy csak úgy zuhogott. Azt mondták, hogy ez egy szociális kérdés, ezzel mi nem foglalkoznak az Európai Parlamentben. És hát itt is nyilvánvalóan látszik a kettős mérce ebben az ügyben is, hogy úgy látszik, hogy Szargentini asszonynak, amikor ezt bemondják, akkor ő neki mégiscsak napirendre veszik a Magyarországgal kapcsolatos vitákat. Ez is mutatja egyébként mind a kettős mércét, mind pedig az, hogy igazából semmilyen ok nincsen. Arról van szó, hogy a választások előtt még egyet tudjanak ütni Magyarországon, azért, mert Magyarország egy más utat választott, mint amit ők szeretnének. Európa is más utat fog választani nagyon hamarosan, mint amit ők szeretnének. Nem a bevándorlás mellett álltunk ki, és Magyarország ebben vezető szerepet játszik, és ezért vagyunk szálkák a szemükben. Hány órás lesz ez a vita? Hát másfél-két órás lesz ráadásul, úgyhogy ez egy brüsszeli vita, mert a parlament ülésezik néha Strasbourgban is, és Brüsszelben is. És hát vannak különböző kategóriájú viták, hogy nyilván a kevésbé fontosnak tartott vitákat beteszik este tíz utára. Ez a vita rögtön az üléskezdés után kezdődik, ez is mutatja ezt a fajta ö, értékrendet, amit ők ebben a tekintetben képviselnek. Másfél órás másfél biztosan lesz a vita. Hát a magyar kormány végül úgy döntött, hogy nem megy el, mert ez most tényleg csak egy show. Ö, nem akarom lebesülni egyébként a műsort. Ö, ö, rá is akartam erre kérdezni, mert felvethető ellenérvként az, hogy ha mégis elment volna a kormány, ugye önmagában Orbán Viktor jól szokott, jól szokott ezeken szerepelni, ezeken a vitákon. Néhány már bizonyította. És talán, hogyha mégis elmentük volna, akkor nem mondhatják azt, amit most már nyilván mondani fognak, hogy na, gyáván meghátrált a kormány. Hát ezt szerintem nem mondhatják, hiszen számos alkalommal ott volt már a miniszterelnök, és oroszlánként védte a, a hazát és Magyarország érdekeit. De ez most egy annyira nevetséges és annyira mondva csinált dolog. Az imént azt kérdeztet, hogy, hogy mi, az, mi az oka, vagy én, én pedig úgy válaszoltam, hogy ez egy ürügy. Hát a munkatörvénykönyvének a módosítása az egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban van egy európai irányelv. A túlórával kapcsolatban is van egy európai irányelv. Ez az európai irányelv 416 vagy 418 órát jelent, enged meg maximumként, és számos európai ország kihasználja ezt a maximumot. Ilyen értelemben, hát ez ez olyan, mint az egyszer egy. Tudom, hogy a matematika törvényeit is átalakítja néha a politika, de alapvetően azért arról van szó, hogy ennek az irányelvnek a magyar jogszabály minden tekintetben. Megfelel. Próbálnak ott bűvészkedni a számokkal, de hát ez azért mégiscsak nehéz, hiszen Írországban, Nagy-Britanniában, Dániában, Szlovákiában magasabb, mint 400 óra ez a lehetőség, ráadásul Magyarországon ez egy önkéntes dolog. Most ehhez képest ez egy teljes mértékben olyan ügy, amelyben Magyarország minden tekintetben betart minden szabályt, erre nem mondhatja senki azt, hogy bármit is megsértünk. Ezt ürügyként felhozni arra, hogy vita legyen. Azt ürügyként felhozni, hogy Magyarországon vannak tüntetések, hát kiállunk, akkor itt a közönséget meghívjuk, és akkor elmegyünk mondjuk Ausztriába tüntetni, erre föl vegyék fel Ausztriát is a jogállamiságot sértő országoknak a listájára. Tehát ez egy, ez egy nevetséges... Önmagában nem értem, hogy a tüntetés, mint olyan, az mitől jogállamisági problémákat felvetők. Hát az lehet hogyha ha mondjuk, nincs. mondjuk megsértik valakinek a jogát, például nem tüntethet. Igen. Mi azért küzdöttünk, én egész életemet erre tettem föl, a Fideszt azért alapítottuk, hogy hogy szabadon lehessen tüntetni Igen. ebben az országban, és ebben az országban szabadon is lehet tüntetni, nem az folyik egyébként, mint a mi Franciaországban, hát azért ott látjuk, hogy milyen módon viselkedik a rendőrség, az ilyen dolgok. Hát vessünk egy pillantást most itt az elmúlt napok Görögországára. Hát azért ott is, hogy is mondjam, csak nem tüntetésnek nevezném, hanem zavargásoknak. Igen, hát, és hát azért azt látjuk, hogy itt Magyarországon ezek a hivatásos pártaktivisták, akik kimennek, mert hogyha nem ezek mennének ki, akkor lényegesen többen lennének. Tehát hogy az emberek is, a, a, azok az emberek is, akiket ez a téma esetleg érdekel, vagy bármilyen téma, ami miatt tüntetni akarnak, akkor, akkor ők is kimennének. Nekem a legviccesebb egyébként az volt, hogy az egyik brüsszeli bizottsági alkalmazott rokonságban áll a magyar szocialista párttal, az azt mondta, hogy hívjuk az utcára tüntetni ne csak Magyarországon az embereket, hanem mondjuk Dublinban és Londonban is. Szerintem én figyeltem, hogy akkor ott az a néhány tucat ember, aki kiment az utcára, az tüntetette az ottani túlóra törvény ellen, mert ott magasabb, mint Magyarországon. Nem tüntettek nem ez ellen tüntettek, politikai, pártpolitikai alapja van ezeknek a dolgoknak, ráadásul olyan, hogy egy ilyen típusú megmozdulást Nyugat-Európában egy normális állam észre sem vesz. Brüsszelben, ahol én élek, ahol az Európai Parlament van, ott minden héten tízezres nagyságrendű tüntetés. A legutóbb tegnap, a tegnapi napon klímavédelmi okokból 30 ezer ember tüntetett. Minden második nap sztrájk van. Tehát azt is mondhatnám, hogy ez a Nyugat-Európában az, ami Magyarországon van, azt, azt észre se lehetne venni. És hát azon pedig az egész világ mosolyog, hogy a pedagógusok szombatra hirdetnek sztrájkot Magyarországon. Csak egy pillanatra, mert említetted, hogy nap volt klímavédelmi okokból tüntetés, felném lett most valami előttem, hogy a Science folyóirat, ami a világ egyik legmeghatározóbb és legkomolyabb tudományos folyóirata, most jelentetett meg egy hosszú írást arról, hogy ha komolyan akarjuk azt, hogy klíma ügyében valami pozitív fejlemény történjen, akkor nincs más út, mint az atomerőműveket kell bővíteni. Kettes pont. A politikó írta meg, hogy Angela Merkel most a Davoszi csúcson legutóbb azt nyilatkozta, hogy Németország csak a foszilis energiák, energiahordozók fenntartásával tudja biztosítani a saját energiaellátását. Ezt most csak azért hoztam ide, mert öt éve hallgatjuk az LMP-től meg a zöldektől, hogy Németország milyen szépen megoldotta az energia problémáit alternatív energiával, és hogy be kell zárni az atomerőműveket. Hát ez ellen éppen most kezdenek el lázadni Nyugat-Európában is, hiszen ez nem más, mint egy környezetvédelmi zöld populizmus, hiszen valós vagy valósnak mondható tényeknek a durva leegyszerűsítése és kiforgatásán alapul. Tehát ezeknek miután a politika áthatja ezt, ezért már a tudományos kísérleteknek vagy tudományos eredményeknek sem lehet itt igazán hinni, hiszen pontosan ebben az ügyben például az atomenergia kérdésében egészen, egészen, durván lépnek föl. Egyszer ezt kitalálták, azóta most már ez ütközik számos más szempontjukkal, de ez most őket nem zavarja. De ott van Macron úr, megint elnézést, kedvencem. Nála a népszerűtlene francia elnököt még nem talált ki a, a francia nemzet. Ő ugyanezt csinálta, azt mondta az embereknek, hogyha Hogyha túl drága a dízelolaj, kedves földművelők, kedves munkások, akkor vegyetek benzines autót. Ez olyan, mint annak ideje, amit Maria Antoinette mondott, hogy ha hogyha nem, nincs kenyerük, akkor miért nem esznek kalácsot? Tehát, és ezt érzékeli az, hogy mennyire lenézik az embereket ilyen típusú dolgok, mennyire mesterségesen akarják őket rákényszeríteni valamire a saját költségükre, tehát arra, hogy vegyen egy drágább autót, amit persze Macron úr és családja megengedhet magának, de a franciák jelentős többsége nem, és most már elegük van ebből. Tehát ebből a környezetvédelmi vagy zöld túlzásokból, zöld populizmusból éppen elege van a nyugat-európai közönségnek, és hát enne, erre reagálnak tulajdonképpen ezek a mostani megmozdulások nyugat-európában. Azért örülök, hogy ezt most így felhoztad Macron kapcsán, mert muszáj megkérdeznem, Sargentini, ez az európai baloldal. sőt, nyugodtan mondhatjuk, hiszen van a ep ilyen is, a, a kommunisták. Ö, ugye ezek a politikai erők valaha a történelem során, még ha csak mondták is, most ez majdnem mindegy, de mindig is a munkások érdekeit képviselték, ha más nem szavakban. Itt verjenek agyon, hogyha Szargentini, Macron és bármelyik mai baloldali az LP-ben a munkások érdekeit képviseli. Ráadásul a munkások már rég, a löperre szavaznak. Ki, kiket képviselnek ezek az emberek? Hát, ö... Erről szól tulajdonképpen a most következő európai választás, hogy azok a, az ilyen felfújt, valójában nem létező érdekeket megjelenítő bennünket egyébként minden kanyarban, minden lépésnél kioktató, tudjuk ezt, hogy az mindig úgy néz ki, hogy a nyugat, az okos, a felkészült, felvilágosult nyugat, az mindig kioktatja a lengyeleket, a magyarokat, a románokat, hogy hogyan kell a dolgokat csinálni, miközben az ő saját társadalmaik egyébként tönkre mennek. Ezek az emberek már nem képviselnek semmit saját magukon, és szerintem pont ez a lufi fog kidurranni az elkövetkező időszakban. Pontosabban hát hívjuk föl egész Európa minden polgárát, hogy segítsen kidurrasztani ezt a lufit, mert ugyanakkor ebbe azért sokan fújják a levegőt fújják a különböző nagyon bonyolult és nagyon zavaros háttérből pénzelt különböző nemzetközi szervezetek, akik magukat NGO-knak úgy tüntetik fel, mint hogyha valami, valamilyen érdeket jelenítenének meg, Fújja a nyugat-európai sajtó. Hát Németországban lényegében cenzúra van. Bizonyos dolgokat egyszerűen nem is lehet elmondani. Német kollégái mondják, hogy Jézus Mária ezt nálatok el lehet mondani, miközben egyébként mindenki egyetért vele. Tehát fújja a főirányú sajtó ezeket a dolgokat. És, és hát természetesen a politikusoknak egy része a nagyon cinikusan képviseli ezeket a dolgokat, más részük pedig egyszerűen nem tud ebből kiszabadulni. Akkor szembesültünk ezzel a kérdéssel, amikor a, pont az említett zöld holland hölgynek a jelentésének, Szargentini asszonynak a jelentéséről szavaztunk, amikor számos kollégánk azt mondta, hogy ne haragudjatok, én tudom, hogy ez a jelentés ez egy elképesztően nagy hazugság, de én nem tehetem meg azt, hogy megszavaz, hogy ellene szavazzak, mert abban a pillanatban engem otthon a sajtom ki fog nyírni, meg fog, meg fog, gyilkolni politikailag a kollégáim, az ellenfeleim, és nagyon sokan voltak ilyenek. Tehát ezt, ezt a lufit, ezt nagyon sokan fújják, szerintem egy jó nagy tű kell ahhoz, hogy jelen pillanatban ebben egy jó nagy durranást eredményezzünk, és változzon már meg. Tehát térjünk vissza egy kicsit a, valóság talajára egy kicsit ők úgy hívják, hogy ők úgy nevezik ezt, hogy populizmus. A populizmus az azt jelenti, hogy a néppel. Aki azt gondolja, amit a nép gondol, az populista. Öm, ami szerintem szembe megy a demokrácia legalapvetőbb elvével. Hát mi azért küzdöttünk 30 éve, hogy Magyarországon is az emberek, a nép dönthesse ezeket a kérdéseket, és most Nyugat-Európában ennél lényegesen rosszabb ideológiai uralom van, aminek a kezdete lesz szerintem az Európai Parlamenti választás. Itt maradva és egy kicsit akkor visszatérve az úgynevezett jogállami kérdésekhez, aminek okán most szerdán megint mi leszünk a szégyenpadra ültetve. Szerinted nem vett fel jogállami kérdéseket, mondjuk az, hogy Németországban egy országgyűlési képviselőt félholtra vernek az utcán, egy párt székháza, székházai előtt bombákat robbantanak, majd a Német Alkotmányvédelmi Hivatal ez ellen a párt ellen kezd el vizsgálódni, az AFD-ről van szó. Most teljesen, tegyük félre, hogy amúgy egyetértünk mi az AFD-vel, nem értünk, vagy csak részben, bizonyos kérdésekben adunk nekik igazat, teljesen mindegy. A német társadalom egyre nagyobb százaléka szavaz erre a pártra. Sőt, az egykori NDK területén ők lettek már a második politikai erő és akkor jön a Dévet alkotmányvédelmi Védelmi Hivatal, és megpróbálja administratív eszközökkel ezt a pártot eltüntetni. Ez nem vet fel jogállami kérdéseket? Hát válasz erre nagyon bonyolult, de hadd egyszerűsítsem le, és hadd legyek végtelenül cinikus. Egy szó sincs ebben a bevándorlásról. Tehát csak a bevándorlók jogainak a sérelme jelent jogállamisági sérelmet. Tehát miután maga az egész probléma, az egész jogállamiság probléma, Magyarország elleni támadásoknak a tömege, de akár az említett pártal szembeni támadásoknak a jó része is magáról arról szól, hogy, hogy mi magyarok nem akarunk bevándorló ország lenni. Erről a kormány számos alkalommal megkérdezte az embereket, volt itt népszavazás, volt nemzeti konzultáció, volt országgyűlési választás ebben a kérdésben és minden alkalommal azt mondták a magyar emberek, hogy mi nem akarunk elindulni ezen a nyugat-európai úton. Nyugat-Európában, amikor jogállam szót halljuk, akkor ez a fedő szava annak, hogy mi nem szeretünk titeket, mert ti nem akarjátok beengedni az országotokba a bevándorlókat. Egyébként pedig hát a kettős mércéről van szó, és azt a példát, amit említettél, az hosszan lehetne sorolni, hát mi nap mint nap látjuk, hogy mi történik. Még Németországban például az egyik nagy vezető lapnak, magántulajdonban levő lapnak a főszerkesztőjét bocsátották el, mert Schulz úrra vonatkozóan egy olyan blogot, olyan bejegyzést írt, ami nem tetszett nekik. Tehát bírálta az egyik politikai vezetőt, akkor éppen elnöke volt egyébként a szociáldemokratáknak. Igen. A másik példa pedig erre, ott van egy lengyel kollégám, a kiváló Czarnecki úr, egy másik pártban ül a konzervatívok körében, akit meg leváltottak az Európai Parlament alelnökségéből kétharmados többséggel. Azért váltották le ezt az egyébként derék lengyel urat, mert szintén az egyik blogjában azt írt az egyik kollégájára, hogy az elárulja Lengyelországot. Nem használom az erre hivatalos szót, de ennyit írt. Tehát Magyarországon szerintem nap mint a hajló. Legutóbb István hazárulózta le Orbán viktor az Európai Parlamentben. Mi kértük is egyébként, hogyha ha őt leváltották, akkor őt is le kell váltani ebből a tisztségből. Őt leváltották éppen egy éve, pontosan ezen okokból. Tehát ennek kell véget vetni. Annak kell véget vetni, hogy ilyen típusú többség még egyszer kialakulhasson az Európai Parlamentben. Utolsó kérdés, és nagyjából két percen lesz a válaszra. Az európai bevándorlás párti politikai erők egyik legfőbb érve a bevándorlás mellett az, hogy Európa demográfiai helyzete rémes és aggasztó, hiányzó perceken belül nem lesz megfelelő mennyiségű munkaerő, tehát Európának jó a bevándorlás. Ugyanakkor mondjuk Harari, Noah Harari, Napjaink izraeli sztártörténész a legutóbbi könyvében egyebek mellett azt fejtegeti, hogy a soha nem látott technikai fejlődés, a mesterséges intelligencia, ami a következő 20-30 évben fog robbanni, azt a helyzetet fogja előállítani, hogy itt lesz körülbelül 4 milliárd ember a Földön, aki teljesen feleslegesé válik, mert senki nem fog nekik tudni semmilyen munkát adni. És az a szomorú hírem van, hogy a bevándorlás pont azokból a régiókból történik, ahol nincs képzettség. Nem gondolják ezt végig, mondjuk a bevándorlás pártiak, hogy mi ennek a vége? Nem, és megint arról van szó, hogy a politikai ideológia, és hát mi láttuk ilyet, mert mi a kommunizmus idején is éltünk életünk felét, ott éltük le, amikor a valóságot eltéríti az ideológia. És ebben a tekintetben azért azt is meg kell nézni, és ez a legnagyobb hazugság ezzel a bevándorlással pótoljuk a hiányzó, hiányzó embereket, hogy azok, akik bejönnek, azok milyen mértékben kerülnek a munkaerőpiacra. Nagyon minimális mértékben. A nagy többségük az alapvetően a szociális ellátórendszerbe kerül, tehát pénzbe kerül, nem pedig befizet. És ráadásul a nyugat európai statisztikák, és erről az egyik erről szóló könyv, az Európa furcsa halála című könyv, ami magyarul is megjelent, részletesen ír, hogy erről, erről egyszerűen nem is szabad beszélni, nem szabad ennek az összetételeit megmutatni, és a médiában rendre összekeverik az európai bevándorlókat, tehát például a Londonba Magyarországról érkezőket, a kívülről érkezőket, aztán összemossák a lichtensteiniekkel, meg a Franciákkal, és hogy már persze jobb arány jön ki, mert a magyarok, a szlovákok, a románok, akik Londonba mennek, azok ott dolgoznak. Ebből következik, hogy hogy ez az egész egy, egy, nagy hazugság. Magyarország egy világos utat választott. Mi nem a bevándorlással szeretnénk a népesség problémát megoldani, hanem családpolitikával, és ennek a családpolitikának a példáira ma már a félvilág ide jár. Utolsó kérdés, gyors választ kérek. Most jelenik meg a te új könyved is, nem? Igen, ne bántsd a magyar címen egy olyan gyűjtemény, most itt beszélgettünk 15 percet bevándorlásról, Európáról, Európai Parlamentről, és hát ebben a könyvben most 400 oldalon keresztül olvashatják az én szavaimat, megtalálható benne a verziát asszonyon egy kommunista című hozzászólásom is, és még számos írás, ami a magyar alkotmány a egyéb hasonlóval kapcsolatos, szerintem pár éten belül hozzáférhető, ne bántsd a magyar. Jóska, köszönöm, és jövő szerdára sok türelmet kívánok, és nyugalmat. Köszönöm, köszönöm szépen. hogy itt voltál önöknek, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Minden jót, viszontlátásra.